Köszöntöm nézőinket, híreink következnek. Lássuk a fontosabb témákat. Többé nem rejt titkot a víz mélysége, hangradarral térképezték fel a gyilkos tó világát. Ma van a magyar népmese ünnepe, járványhelyzetben a szokottól eltérően ünnepeltek. A szokványos gazdanapi sokadalom idén elmarad, de adományozni idén is lehet a gyermek otthonnak. A székelyföldi hegyi tavak felszín alatti világát kutatja egy jó ideje dr. Hans Péter biofizikus. Korábban is számos, soha nem látott felvételt készített a víz alá merülve a medve, a Szent Anna vagy akár a gyilkostóban. A napokban viszont szonárral, hangradarral tette mindezt. A székelyföldi tavak, illetve az extrém környezetek metagenomikájának tanulmányozásába kezdett dr. Hans Péter biofizikus kutató. A tudományos megnevezés tulajdonképpen a vízi világ baktériumainak közösségét és azok viszonyainak feltérképezését takarja. Korábban a Szent Anna-tóban, a Szovátai Medvetóban, a Mohosban, a Kolozsvár melletti Széki-tó mélyén, illetve a Gyilkostóban is végzett kutatást a biofizikus. A vizek alá merülve fénykép és videófelvételek készültek, melyek számos nemzetközi földrajzi folyóiratnak az érdeklődését is felkeltették, ezért érdemesnek látták folytatni a munkát. A napokban a kutató visszatért a gyilkostóhoz, hogy egy nagyon különleges eszközzel tárja fel újra más szemszögből a víz alatti mélység világát. Hosszas érdeklődés után sikerült egy hangradart kerítenünk. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a Budapest-Csepeli Hajós Paradicsom Kft.-nek, aki ezt a hangradart a rendelkezésünkre bocsátotta, és a hangradarral sikerült a tavak mélyére látnunk. A Szovátai Medvetónál pontosan kirajzolta a hangradar az úgynevezett haloklint, ahol a sókoncentráció hirtelen megugrik, sőt a tó fenekét nem is látta, lejjebb annyira megnő a sókoncentráció. A Szent Anna tónál olyan furcsa torzulásait láttuk a tóra lerakodott iszaprétegeknek, ami talán arra is utalhat, hogy ott valami felszivárog a tóból. Itt a gyilkostóban pedig ma reggel 1-2 órával ezelőtt először tárult fel előttünk teljes pompájában a tó mélyén levő erdő, a hangradarnak a magas frekvenciájú hangképe, ezt szinte fénykép pontossága, fénykép precizitással leképezi. Csodálatos látvány volt. Ez az eszköz egészen a tó fenekéről is képes felvételeket készíteni. Tamás Szilvia kutatóasszisztens közreműködésével, kameránkkal is rögzíthettük a képanyagot, melyről számos információ kiolvasható. Ez egy olyan kép, amelyik alacsonyabb akusztikus frekvencián készült, és ezzel egy kicsit részletesebben lehet látni a talajszerkezetet. A piros az egy puhább, és a kék az egy keményebb talajnak felel meg. Ez egy nagyon érdekes felvétel, ez egy úgynevezett oldalképe a szonárnak, amit úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen szárnyakkal megtoldott háztetőt lapítanánk ki egy síkkal. A tudományos tevékenységen túl a látványosság bemutatása, a hétköznapi emberek ismeretvilágának gazdagítása is cél lett. Azt szeretnék, hogy minél nagyobb közönséghez eljusson a fantasztikus szépségű képanyag. Ezáltal a székelyföldi hegyi tavakat fel lehet tenni egy olyan turisztikai térképre, amin eddig még nem voltak fönt. És mint említettem, az alapkutatás a metagenomika volt, tehát a baktérium közösségek feltérképezése, később esetleg új fehérjéknek a felfedezése, amiből az egész indult. És mondhatni, a fényképezés és a filmezés egy melléktermék volt, de most már az is egy külön ággá nőtte ki magát. A kutató később búvárruhában is lemerült a vízfelszín alá. Ennek stratégiai partnere és a felszerelése részének biztosítója Szaniszló Csaba búvároktató és hegyi mentő búvár volt. A járvány kezdete óta eddig sosem látott mértékben emelkedett 24 óra alatt a fertőzöttek száma. 2158 új esetet azonosítottak Romániában, ezzel 127.572-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az új eseteket 26.021 tesztből mutatták ki. Az elmúlt 24 órában 33 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés a stratégiai kommunikációs csoport szerint. Hargita megyében 24 új fertőzést igazoltak.
15 éve emlékezik meg rendszeresen a Városi Könyvtár Benedek Elek születésnapjáról. Ezen a napon van a Magyar Népmese napja. Gyerekekkel telik meg a könyvtár ilyenkor. Most csak 2 osztályi kisgyerek vett részt a könyvtár rendezvényén. A Népmese napját ünnepli a könyvtár, már 16. alkalommal szervezték meg a rendezvényt. Most ez is másképp alakult, mint szokott. A korábbi években majd minden általános iskolás gyerek megfordult a könyvtárban ezen a napon. Most sokkal kevesebben látogattak oda. Mindössze 2 osztály, egy a Fogarasi Mihály általános iskolából, egy a Vaskertesből. Az óvintézkedések miatt önálló ünneplésre, meseírásra kérték a gyerekeket. A Városi Könyvtár ma a Magyar Népmese napját ünnepli. Ezt a neves ünnepet 2005 óta, amióta a Magyar Olvasás Társaság felhívással fordult a mese szerető és olvasni szerető emberekhez, könyvtárosokhoz, tanítókhoz, óvonőkhöz, hogy a Magyar Népmese napjával nyilvánítsák ezt az ünnepet. Mi minden évben megünnepeljük ezt a jeles napot, és idén sem szerettük volna kihagyni. Igaz, hogy visszafogottabban ünneplünk, a járványhelyzethez alkalmazkodunk, meseíró és rajzpályázatot hirdettünk meg, így nem kell annyi, akkora tömeget bevonzunk a könyvtárba. Vannak érdeklődők, nagyon sok rajz érkezett be, és, tehát mese és rajz, viszont ez még ezután hozzák be, így osztályok összegyűjtik, és ezután hozzák be a rajzokat, meséket. Volt 2 osztály, aki kimondottan szeretett volna eljönni a könyvtárba a mesét hallgatni, meg a népmese napjáról hallani. Őket elfogadtuk. A 2 könyvtárba látogató osztálynak Benedek Elek meséiből olvastak fel. No, nem messzire haladtak. Egyszerre csak ment volna tovább a komámoszon, de nem tudott. Csapdába esett őkelne. Jaj, kedves asszonyság, jajgatott a komámoszon, segéljen! Mit? Én segélyek? Csodálkozott a sündisznó. Hát mire való a kent 3 zsák ravassága? Az a 3 zsák ravasság, nyöszörgött a komámasszony, amint egy árkon átugrottam, beleejtettem. Nincs kentnek valami ravassága? Hát bizony, mondott a sündisznő asszonyság, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát ha hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csatából, kent meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, utcuk szaladjon, ahogy csak a 4 lába bírja. Úgy történt, ahogy a sündizni asszonyság mondotta. A könyvtárosok fontosnak tartják, hogy ez a hagyomány, a népmese megünneplése ne vesszen feledésbe, ezért arra kérik a szülőket, olvasni tudó gyerekeket, hogy ma olvassanak el egy-egy népmesét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége meseíró pályázatot hirdette a Magyar Népmese napjához kapcsolódva a Kárpát-medencei diákok és pedagógusok számára. A pályázat címe a láthatatlanná tevő maszk, mesék a koronavírus megjelenése utáni iskoláról. A pályázat célja olyan alkotások megszületésének ösztönzése, amelyek a koronavírus megjelenése utáni, mindaddig ismeretlen élethelyzeteket dolgozzák fel a mese sajátos eszközeivel. A pályázat nem szab terjedelmi korlátokat. A munkák beküldési határideje október 18-a. Bővebb információkat a kiírással kapcsolatosan a képernyőn látható elérhetőségeken kaphatnak az érdeklődők. Elmarad idén a hagyományos értelemben vett őszi gazdanapi sokadalom és nagyvásár, azonban a jótékonysági terménygyűjtési megmozdulást megtartják, és fotópályázatot is hirdettek a témában. Abban a formában, ahogy azt a gyergyóiak megszokhatták, nem tudja megszervezni idén a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ az őszi gazdanapi sokadalmat és nagyvásárt a zöldségpiacon, hiszen a járványügyi helyzet miatt azok a programpontok, amelyekkel korábban készültek, számos akadályba ütköztek volna. Ennek ellenére a hangulatát mégis idézni szeretnék a rendezvénynek, egy a témához, vagyis a terménybetakarításhoz kötődő fotópályázattal. Olyan termékeket, olyan kézműves tárgyakat készítsenek azok, akik szeretnének, töklámpásokat, őszi dekorációkat, vagy bármit, kinek mit a saját kreativitása és képzelő ereje diktál, illetve létre tud hozni, amelyek az ősszel kapcsolatosak, és azokat fényképezzék le, küldjék el nekünk,
és mi közzé tesszük egy közös album formájában, egy közös értéktár formájában. Ahhoz, hogy motiválják az esetleges érdeklődőket, résztvevőket, a végén, amikor összegyűlnek a fényképek, véletlenszerű sorsolással egy őszköszöntő csomagot fognak kisorsolni. Meglepetés, de mindenképpen azt tudni kell, hogy olyan dolgokat fog tartalmazni, amelyek az őszi ház körüli háztartási munkával kapcsolatosak. A fotókat az infokukac.gmk.ro címre várják október 9-éig, a sorsolás október 12-én várható. A gazdanaphoz köthető adománygyűjtési akciót október 3-án most szombaton megtartják. A zöldségpiac bejáratánál lesz a terményszekér. Mindenképp fontosnak tartjuk azt, hogy az adakozás, a gyűjtés az ebben az idei járványügyi helyzetben is történjen meg, hiszen nagyon fontos azok számára, akik esetleg rászorulnak, vagy éppen segíteni tudunk rajtuk. Az idei évben az adomány a gyermekotthon, a szivárvány alapítvány számára fog menni, és mindenkit biztatunk arra, hogy a szombati piacon, a Békény utca felőli bejáratnál a székelykapu előtt lévő szekérbe, amit úgy gondolják, hogy rá tudnak áldozni erre a célra, azt helyezzék el a terményszekérbe, és azt mi eljuttatjuk az alapítványnak. Az adakozók 9 és 13 óra között helyezhetik el felajánlásaikat a terményszekérben, amelyeket azt követően eljuttatnak a gyerek otthonba. Október 1-én holnap ünneplik a Szépkorúak napját. Ez alkalommal Gyergyószent Miklóson délelőtt 10 órától szentmisét tartanak a Szent Miklós templomban. A járványügyi helyzet miatt azonban elmarad az azt követő szokványos ünnepség a korona termében. Délután 5 órától pedig a református templomban tartanak istentiszteletet, szintén az idősek köszöntésére. A két eseményen várhatóan jelen lesz Nagy Zoltán polgármester is. Az RMDS módosító javaslatának köszönhetően, amennyiben a képviselőház is elfogadja, a hatóságok magyarul is kiállíthatják a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatot. A szenátus plénuma által tárgyalt rendelkezések egy modernebb, egyszerűbb eljárást írnak elő, és digitális nyilvántartást vezetnek be. Az állam és az anyakönyvi hivatalok által kibocsátott dokumentumok rendszerét módosíthatja az a kormánytervezet, amelyről néhány nappal ezelőtt tárgyalt a szenátus plénuma. Az RMDS által javasolt módosítás szerint kérésre kétnyelvű okmányokat állítanának ki az anyakönyvi hivatalok. Ez érvényes a születési, házassági, valamint a halotti anyakönyvi kivonatokra is. Hasonló rendelkezés van érvényben Felvidéken vagy Szerbiában is. Semmi olyat nem kértünk, amire nem lenne példa máshol is Európában, nyilatkozta Cseke Attila, az RMDS szenátusi frakció vezetője. Ez egy létező modell. Más országokban nem lehet arra hivatkozni, hogy ezt Románia először vezetné be, de ha különben először vezetné be, akkor sem lenne vele semmilyen baj, hiszen nem csak a kisebbségi közösség tagjainak a komfort érzetéről van szó, hanem az anyanyelv használati jognak a biztosításáról is. A tervezet továbbá átemeli és megerősíti a polgárjogi törvénykönyv által már szentesített anyanyelv használati jogot is, amelynek köszönhetően magyarul is házasságot köthetnek az ifjú párok, ugyanakkor tiltja az anyakönyvben szereplő személyes adatok bárminemű csonkítását vagy módosítását. A tervezetről végső döntést a képviselőház hozhat, majd az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe a rendelkezés. Hosszú hétvége várhat a diákokra, a tanárokra, ugyanis a kollektív munkaszerződésben foglaltak szerint október 5-e a pedagógusok világnapja munkaszüneti napnak számít a tanügyben. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége keddi beadványában arra kéri a szaktárcát, pontosítsa, munkaszüneti nap lesz-e október 5-e a tanügyben, ugyanis egyelőre hivatalos bejelentést nem tett eddig Monikán Iszie tanügyminiszter erre vonatkozóan. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, koncertekkel, előadásokkal és sok-sok könyvvel zajlott az 5. csíkszeredai könyvvásár. A csíkszeredai polgármesteri hivatal által a járványügyi előírások szerint szervezett könyvvásárnak idén is az Erős Zsolt Aréna adott otthont. A Leánkút körül
Kozma Mária Régiségek homorúd mentén című történelmi regéket tartalmazó könyvét ismertette a könyvvásár második napján. Az eseményen, betartva az előírásokat, lehetőséget teremtettek arra is, hogy az olvasók kérdéseket tehessenek fel a szerzőnek, személyesen elmondhassák olvasással kapcsolatos élményeiket. Lehetővé tesz egy ilyen vásár személyes találkozást, akár maszkkal is, de akkor is legalább egymás szemét látjuk, egymás hangját halljuk, és a személyesség, szerző és olvasó közti találkozás borzasztó fontos. A járvány miatt szinte minden vásári rendezvény elmaradt Csíkszeredában is. A szervezők szinte az utolsó percben döntöttek úgy, hogy szigorú előírások szerint ugyan, de az idén is megtartják a könyvvásárt. Ennek a kiadók, a könyveket kínáló boltok is örültek. A rendezvény bebizonyította, van igény az ilyen jellegű kulturális eseményre. Az emberek az online térhódítás ellenére is szívesen lapoznak fel könyveket. Olvasnak, örülünk ennek. Mindig az újdonságokra kíváncsiak, azért a kortárs irodalmat számon tartják, lesik, várják, hogy mi újdonság jelent meg úgy erdélyi kiadóktól, mint magyarországi kiadóktól. A könyv szeretetét bizonyította a könyvvásár iránti nagy érdeklődés is. 20 erdélyi kiadó jelentkezett, ami azt gondoljuk, hogy egy egészen jó szám jelen körülmények között. Az elmúlt években is hát egy nagyon kevéssel volt több, de ugyanúgy belaktuk a sportcsarnokot, és jó a hangulat, van mozgás, van érdeklődés, és ezen kívül meg számos kiegészítő programmal készültünk, tehát folyamatosan zajlanak a könyvemutatók, meg a különböző zenés és kiegészítő rendezvények. A négy napos rendezvény vásárlók és kiadók szerint a könyv ünnepe volt idén is. Maszkkal és szűk körben, csak erdélyi kiadókkal, de ismét bebizonyosodott. A csíki ember olvas, szereti a könyvet, és áldoz is rá. Nézzük még egyszer a fontosabb témákat. Többé nem rejt titkot a víz mélysége, hangradarral térképezték fel a gyilkos tó világát. Ma van a magyar népmese ünnepe, járványhelyzetben a szokottól eltérően ünnepeltek. A szokványos gazdanapi sokadalom idén elmarad, de adományozni idén is lehet a gyermek otthonnak. Ezek voltak a hírek a folytatásban, fit perceket, a székelykonyha és kertet, valamint a barangolót láthatják nézőink. Köszönöm figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!